Nagyon szépen köszönöm, direktor úr, hogy rendelkezésünkre állsz a technika segítségével. Már csak azért is, mert hála Istennek a Csokonai Nemzeti Színházban Debrecenben annyi minden történik, egyszerre több játszóhelyen, többféle műfajban, hogy igazán most a szónak ebben az értelmében nem irigyellek, mert szabadidőd nem hiszem, hogy nagyon sok van. De most szerencsére sikerül beszélnünk. Akkor még egyszer üdvözöllek, és örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves nézőket, és én is nagyon örülök, hogy létrejött ez a beszélgetés, mert régóta szerveztük valóban. Hát a szabadidő kérdés az meg mindig ilyen szubjektív, én szeretem, hogyha nincs szabadidőm, hogyha valami olyasmit tudok csinálni, aminek van értelme, vagy ami szépen megy. Én is így vagyok vele, megmondom őszintén. Na most tulajdonképpen emlékezetem szerint január 26-án volt az Úrhatnám Polgár, mármint a Molière féle bemutató, és néhány nappal ezelőtt meg a Veszedelmes viszonyok, ami hát egyszerűen fantasztikus, de még mielőtt erről beszélnénk, azért ejtsünk szót arról egy kicsit, hogy egyrészt a felújítás után milyen lett a debreceni, direkt mondom, Csokonai Színház, és minek tulajdonítható az, hogy Csokonai Nemzeti Színház Debrecen lett a neve, ami gondolom nem csak a névváltoztatás, hanem ez sok mindennel is jár, hogy nemzeti lett, igaz? Igen, igen, abszolút így van. Hát abban a hat nemzeti színházba tartozunk, vagy hat nemzeti besorolású színházba tartozunk, amihez a többiek is, és hát a Csokonai Színház nevében nem szerepelt a nemzeti, tehát tulajdonképpen csak erről volt szó, hogy azt gondoltuk, hogy a méltó helyére emeljük ezt a dolgot, de a Csokonai természetesen nem lehet, és nem is akartuk elvenni, úgyhogy most a pontos megnevezése az, hogy Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, tehát minden olyan szó szerepel benne, ami kihagyhatatlan, és azt gondoljuk, hogy benne kell, hogy legyen. Igen, való. Itt most két színházépületről beszélhetünk, tehát azt mondhatjuk el, hogy majd, hogy nem két színháza van a városnak. Mm. Ugye van egy régi, a nagy patinás épület, ami most került felújításra, illetve ez a Csokonai Teátrum, illetve van a Csokonai Fórum, ami egy modernebb épület, úgyhogy így nagyon szépen kiegészíti egymást a két épület. Négy játszóhelyünk van, így egy több mint 600 főt befogadó, egészen a legkisebb Kóti Árpád teremig, illetve a még kisebb Orfeumig, tehát egészen az 50-ig, 600 és 50 néző között tudunk játszani. Egy este 1100 ember tudunk leültetni, és hát akkor még itt van a szabadtér is, úgyhogy valóban ez egy nagyon szép merítés. Akkor még egyet azért az előzőekhez, most, hogy ugye nemzeti, és említetted a hatat, hogy amúgy ez mivel jár, szóval valami plusz dolgot azért ez jelenthet a színháznak, nem? Most nem csak arra értem, hogy anyagilag, hanem az elismerésen kívül. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon komoly örökség. Alapvetően azzal jár, hogy három tagozatunk van. Tehát én most létrehoztam a pályázatomban is szerepelt a tánc tagozatot, úgyhogy így a próza, az opera mellett megjelenik a tánc tagozat is. Alapvetően a nemzeti besorolású színházaknál, ha nincs is mindenhol így, de én azt gondolom, hogy az úgy helyes, hogyha ez a alapvető három tagozat megjelenik, úgyhogy leginkább ebben mérhető a dolog. Igen. Egyébként én megmondom őszintén, mindig szeretek kutogatni egy kicsit a színházak történetében, mert olyan dolgokat találunk országszerte, hogy milyen volt, milyen lett, miből lett színház, mert van, ahol pincéből, van, ahol padlásból, de azért jutott eszembe, mert ugye 1861 és 65 között épült a színház, és olyan kalandos útja volt, és hogyha esetleg valamit kihagynék, akkor remélem, hogy hozzáteszed. Szóval volt ennek annak előtte, meg játszóhelye, magtár, meg sóház, meg szekérszín, de hát ennyi mindenből azért csak-csak meglett ez a színház, és nem tudom, hogy ez egyáltalán ilyen színház történetileg eszébe jut-e valakinek, most akár színésznek, akár kutatónak, hogy ez mit jelenthetett annak idején, mert ez, ami biztos, hogy a magtárban, ebben a bizonyos játszóhelyen Arany János, Petőfi Sándor és Priel Kornélia is megfordult. Azért ez fantasztikus, nem? Hát ez abszolút így van. Debrecen egy nagyon, nagyon különleges hely. Ugye ez nem egy Helmer-Felmer épület, ami az országban több helyen előfordul, elég csak a Víg Színházra gondolni, vagy Szegedre, tehát sorolhatnám még, hanem itt egyszerűen úgy döntött a város, és itt van egy anekdota erről, hogy
egymás között beszélték, hogy nincs színházunk. Valaki meg azt mondta, hogy de miért nincs, akkor legyen. Tehát itt nagyon sok minden így zajlott, és itt az, amit nagyon sokszor emlegetnek, ez a debreceni nyakasság, ez a civisség, az ebben is tetten érhető, hogy azért meg kell, azért, hogy legyen nekünk is. Úgyhogy ez egy nagyon egyedi történetű színház valóban, és hát főleg így, hogy most már hozzájött egy másik színház, vagy egy több lehetőség, ez így valóban egy izgalmas helyzet, igen, egyedi. Most beszélünk a műsorokról is mindjárt természetesen, de csak azért, hogy ha már itt szóba hoztuk a múltat, nem tudom, hogy jelenleg volt, vagy van, vagy lesz, esetleg Bánkbán, és ez csak azért jutott eszembe, mert annak idején 1865-ben ugye a nyitó előadás a Bánkbán volt, és hát ilyen kevésbé ismert hölgy volt Gertrudis, mint Laborfalvi Lóza. Úgyhogy hogy álltok bánkbánilag? Egy kicsit laborfarvira reagálnék, hogy amikor a 48-as forradalom volt, akkor nagyon mostó a körülmények közé kerültek a Budapesti Nemzeti Színház színészei. Bizony. Is, és tulajdonképpen menekülniük kellett, úgyhogy menekültek Szegedre, és menekültek Debrecenbe is, és mind a két színház befogadta, úgyhogy itt pont laborfarvinak nagyon, nagyon jelentős alakításait is jegyzi a színház történet. Nem megkerülve a kérdés, Bánkbánt most vélhetően közeljövőben nem fogunk játszani, ugyanakkor idén volt a Csokonai év, tehát Csokonai a névadó 250-et ünnepeltük, úgyhogy ennek megfelelően az első bemutatónk Csokonainak a Dorottya című előadása volt, úgyhogy így próbáltunk tisztelegni a mester. Dorottya, avagy a dámák, ugye? Igen. Na, akkor én említettem ugye az előbb a két legutóbbi bemutatót, de azért eszembe jutott még egy, mert ezt olvastam, hogy megérkezett a Helység kalapácsa is, ami egy dolog, de mi zenével? Ez hogy áll? Tulajdonképpen most az utolsó vagy utolsó előtti előadásnál vagyunk, ez a kópera produkciója, ugye manapság nem árt, hogyha amúgy is kóperál az ember más társulatokkal, hiszen akkor így az anyagi dolgok is szétosztódnak, és ezek azért nagyon jól működnek, úgyhogy ez valóban egy zenés előadás. Volt osztálytársam amúgy, Kovács Adrián írta a zenét, és a Győrben volt a bemutató, és utána több színházba is viszik, és hozzánk is elérkezett, és nagy örömömre tényleg nagyon szépen megy, nagyon, nagyon komoly szereposztással, sztár szereposztással, jönnek rá nézők, nézik, tehát gyerekektől felnőttekig egy nagyon szórakoztató, egy operai minőségű, de közben talán egy kicsit így kikacsint, kitekint így a musical világára is, vagy talán egy kicsit az operett világára is. Tehát ugye maga a történet az alapvetően egy nagyon szórakoztató történet. Hát ez nagyon jó. Hát akkor széles tenyerű fejenőd is énekelhet. Na most akkor azért csak odaérünk a mostaniakhoz, hogy Úrhatnám polgár. Hát ez odáig rendben van, hogy Molière, ezt nagyon jól tudjuk. Egyrészt ez milyen előadás, másrészt ez csak azért hozom szóba, mert mindig meg szokták kérdezni, és nehogy szó érje a ház elejét, hogy mi nem beszélünk erről, hogy Molière-nek a gondolatai, ami nem tegnap történt, azért, hogy is mondjam, csak még nagyon sok felé állnak, nagyon állnak még manapság is, mert ez az Úrhatnámság, most én nem akarok semmiféle, hogy is mondjam, csak politikai, társadalmi dologba belemenni, de azért ez még áll, ugye? Szerintem egész nyugodtan belemehetünk, mert a jó szerzőknek a gondolatai évszázadokon keresztül ugyanazok a gondolatok maradnak. Tehát ugye Molière alapvetően mindig kigúnyolta azokat a kispolgári dolgokat, akár az Úrhatnám polgár, akár a képzelt beteg, akár a tartőfa képmutatás, ami hát természetesen a mai napig velünk él, és hát ez nem fog megkopni vélhetően. Tehát, hogy ilyen szempontból aktuális az előadás, abból a szempontból nem, hogy nyilván nem lehet úgy előadni valamit, mint több száz évvel ezelőtt, úgyhogy Keresztes Attila egészen csodálatosan nyúlt hozzá. Ugye Molière és Lully közösen voltak a Napkirály udvarában, tehát ők bár nem nagyon szerették egymást, de azért nagyon, nagyon sok közös remekmű köthető az ő együttműködésükhöz. Többek között ez is, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, zenével egybekötött, kicsit archaizáló, de mégis egy modern zenei köntösben született meg ez az előadás, illetve nagy pompával, de meg erre reflektál valamennyire a díszlet, a jelmezés, és hát itt van Pindrós Csabi, mint főszereplő játéka, aki a hátán viszi az előadást, de hozzá kell tennem, hogy a benne lévő kollégák is nagyon, nagyon szépen és nagyon méltó módon együtt játszanak vele. Én úgy láttam, a közönség legnagyobb öröm
örömére, mert nem nagyon lehet rá jegyet. Na jó, hát ez van. Na most akkor elérkeztünk veszedelmesen a veszedelmes viszonyokhoz, amiről hát sajnos nekem nem volt szerencsém, de képeket látni igen, hogy a rendező, ha jól emlékszem Kis Csaba, visszarepíti a közönséget, méghozzá a zenéről jutott eszembe, hát valamikor a 18. század végére, és Molière, ugye, de akkor itt is Franciaországról is szó van, igaz? Igen, hát hogyha valaki meghallja ezt a címet, akkor ugye nyilván a legendás John Malkovich féle film először eszébe, amit sokan láttunk, illetve különböző úton-módon meghatározó képkockák is szerintem beleégtek az agyunkba. Nyilván ez teljesen más Csaba, Kis Csaba rendező átíratában születik meg. Hogy nem, ez is valamennyire zenés, mert a zenei átkötőket szintén Kovács Adrián írta, ez most valahogy így alakult, hogy elég sokat van idén nálunk. Hál' Istennek, mert egy kiváló zeneszerzőről van szó. Én azt gondolom, hogy ez a benne lévő szereplőknek igazi jutalomjáték, tehát nem is a koruk miatt, hanem azért, mert olyan együttállása van most szerintem ennek az előadásnak, amit tényleg szájtátva néztem, tehát hogy igazán nagy alakítások születtek, és ezt a debreceniek is érzik. Hát ott is azért megjelenik természetesen az intrika, az árulás, a képmutatás, a manipuláció, hát az hogyne, az meg főleg. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ebbe a szereplők lubickolnak, igen. El is hiszem. Na hát akkor menjünk egy kicsit a te életedbe is. Talár du Svenska? Ja glöm de átprata svenska, ja kaninta svenska bra. Ja, igen, hát akkor a néző kedvéért azért fordítjuk le, hogy azért elfelejtettem egy kicsit, de azért még jó. Na most, mit csináltál te 2 évig Svédországban? Hú, képzeld, szerintem azért a műsoridő véges, úgyhogy megpróbálom jó, egy perc. Összefoglalni az életemnek ezt a részét. Én alapvetően zeneszerzőnek készültem, aztán utána, nem is zeneszerzőnek, zongoristának, aztán utána, tehát a zene volt az életem központjában, aztán utána a színház lett, és akkor én nagyon sokáig a Szegedi Nemzeti Színház tagja voltam, mint színész, és akkor utána történt ott egy olyan érzelmi váltás az életem, hogy azt mondtam, hogy talán ez most elég, nekem egy próbatábla mondja meg, hogy holnap hova kell mennem, egy ilyen 20 éves lázadás, és akkor pedig jó helyzetben voltam, és akkor azt mondtam, hogy akkor most talán még itt van az ideje világot látni, és akkor 4 évig külföldön éltem, ebből 2 év Svédország, aztán 1 év Skócia, és 1 év Kína. De valóban Svédország egy meghatározó élménye volt az életemnek, nagyon, nagyon más szemszögből, más szempontból láttam rá a világra. Meg más volt Svédország akkor, mint most, de azért ez idáig rendben van, mert ez teljesen érthető, de Kína. Az hogy jött be? Hát most sok mindent mondhatnék, de a teljes igazság az, hogy egy olyan életmódváltás, vagy szerelmi csalódás volt, hogy úgy éreztem, hogy el kell hagynom a kontinenst. Ja, értem. Van, aki a haját vágatja le, én kontinenseket hagyok el, úgyhogy én végülis Kínába találtam magam, mert ott volt egy ismerősöm, a egzotikus csengésű Budapest restaurantban dolgozott, és akkor én oda mentem, és akkor én ott találtam magam, elképesztő élmény volt, és elképesztő tapasztalás minden szempontból. Tehát az ősi kultúra, ami azért a kínaiaké, meg hát az a képzet, amit mi gondolunk arról, hogy ott mi van, és amikor megtapasztalod, hogy igazából mi van ott, az szerintem egy külön műsort kitem. Jó, hát akkor szexje, köszönöm szépen. És akkor ugorjunk még vissza, mert most nem Mona Lisa mosolya, hanem Da Vinci mosolya, akkor ezt hoz közelebb egy picit a nézőkhöz. Ugye Nemes Zsófiát kértem föl, régről ismerjük egymást, még Szegedről, amikor ő a Juronis Tamás nevével fémjelzett Szegedi Kortárs Balettnek volt egyik fő táncosa, onnan ismerjük egymást, tehát több évtizedes az ismeretségünk, barátságunk, és akkor én őt kértem föl, hogy alapítson itt egy tánc tagozatot, amit nagy örömmel vállalt. Amúgy egy teljesen nemzetközi csapat jött össze, tehát magyarokon kívül olaszok, spanyolok, most már amerikai, szóval ausztrál táncosaink is vannak. Úgyhogy egy nagyon jó kis színes csapat, és nagyon tehetséges fiatalok, és ez az ő egyik előadásuk. Igen. Úgyhogy most próbáljuk itt Debrecenben ezt meghonosítani, hogy tudjanak róla az emberek, jöjjenek, mert komolyan mondom, hogy világszínvonalúak az előadásai, és akik itt vannak, azt mondják, hogy de jó, hogy ilyen is van, és hát próbáljuk őket mind Debrecenben, mind környéken, mind külföldön Igen. is megmutatni, hogy... Hát nekünk ilyen is van, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy itt van. A kapcsolat a Vojtina Bábszínházzal él?
Hát hogyne, hát ez nem is lehet. Hát azért amikor kérdezem. ide jöttünk, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy mind a kulturális, mind az oktatási intézményeken nagyon szorosra kell vonni az együttműködést. Nyilván ez a város kulturális koncepciójához is teljes mértékben hasonul. Úgyhogy hát abszolút, tehát most is Deszka Fesztivál lesz, ami ugye a kortárs magyar dráma fesztiválja, ahol természetesen nagyon nagy mértékben számítunk a Vojtina Báb Színház együttműködésére is. Na most miután szerencsére nagyon sok nagyszerű előadásotok van, ezt most nem soroljuk el, hogy mi minden van még műsoron és márciusban, de tudom, hogy van gyerekek, Alice Csodaországtól kezdve van minden az égvilágon, úgyhogy akkor ezek maradnak, de nem tudom, hogy van-e már valamiféle elképzelésetek, vagy legalábbis neked a következő bemutatót illetően, mert mondom, hál' Istennek gazdag nagy jó nap a paletta. A következő bemutatót, vagy a következő évadot? Is. A következő évadról még nem beszélhetek, természetesen már nagyjából összeáll, csak itt most még egyeztetések vannak a rendezőkkel, az idősávokkal, stb. Ja, tehát ez még nem lehet, de hát abban az idősávban vagyunk, amúgy amikor már ezeket el kell dönteni. Úgyhogy hát azzal is előrébb vagyunk, mert természetesen csak a bérlethirdetés, illetve a műsorhirdetés az júniusra várható. Hát abban a helyzetben vagyunk, hogy körülbelül 2-3 hetente van egy új bemutatónk, hát ennyi játszóhelyen, illetve 300 tagozatos színházról beszélhetünk, úgyhogy azért ez, mindig azt mondom, hogy ez egy gyár, tehát hogy nagyon sokan vagyunk, és ahhoz, hogy ez jól működjön, nagyon sok bemutató is kell, illetve egy komoly bérletrendszer, 16 bemutatónk van ebben az évben, ebből már 10 lement. Úgyhogy most azt tapasztalják a kollégák is, kapkodják is a fejüket, és mindannyian, hogy azért 2-3 hetente van egy bemutatónk, most az Elis lesz a következő, amit megpróbáltunk úgy belőni, hogy ne a szokványos, hogy így mondjam, gyerekdarab legyen, hiszen arra például Vojtina pont ezt a sávot lefedi, ezt a kisiskolás, meg még kisebb gyerekeket, hanem valahogy ezt a 10-től 16 évig lévő korosztályt szólítjuk meg, nagyon-nagyon. Hát ahogy a neve is mutatja, hogy Csodaországban, tehát igyekszünk ezt felnőni, és Berecki Csilla rendező ezt nagyon komolyan vette, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki erre eljön, azért tényleg egy csodavilágot fog. Na, azért is bólogattam ennyire, mert elszaladt az időnk, de hát akkor egy záró, hogy közeleg a Nemzetközi Nőnap, a hölgyek ünnepe, hát akkor a hó végén, március végén azért nektek szintén lesznek nők, meg gondolom, meg vannak még a trójai nők. A trójai nőket ugye Szabóka István művészeti vezető rendezi. Én azt látom, hogy lubickol most ebben a helyzetben, hogy egyedüli férfiként ennyi csodálatos színésznővel körülveszi magát, nagyon jól mennek a próbák, igen, hát na, az is egy aktuális darab, hiszen az is örökké aktuális lesz, hiszen olyan dolgokról beszél, ami el nem érül, úgyhogy hát arra is szeretettel várjuk, a következő hónapban lesz a bemutató. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és akkor csak azt tudom mondani a drága jó nézők nevében is, hogy további sok sikert, ezt most lehet, és akkor maradjunk annyiban, hogy ne legyen olyan sok szabadidőnk, csak amennyit éppen megengedünk magunknak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.